Omló vakolat, elavult, tűzveszélyes gépészeti rendszerek, 40-50 éves berendezés, 100 ezer beteg évente. 7 évtizede ebben a Tiszalajos körúti épületben folyik a fogorvos képzés és a betegellátás. Történtek belső felújítások, eszközöket is vásároltak, de mára kinőtték a házat. Pedig évről évre egyre többen választanák ezt a képzést, csak az angol nyelvűre jelenleg 7-8-szoros a túljelentkezés. Ennek oka, hogy a szegedi oktatás az egyik leggyakorlatorientáltabb. Egy egységkészüléknél egy gyakorlat során két hallgató tud rendesen dolgozni. Az egyik foglalkozik a beteggel, a másik pedig asszisztál, tehát ennél jobban nem lehet ezt megnövelni, vagy legalábbis az a képzés rovására fog menni. Ez nagyon fontos, tehát hogy a színvonala az meglegyen az oktatásnak. Éppen ezért fontos, hogy a kutatás és a gyakorlati oktatás infrastruktúráját is fejleszték. A dékán a Vasas-Szent Péter utcai rendelő felújítási tervét mutatja. A tetőtér beépítésével 1300 négyzetméterrel bővítik a használható teret. A ház egyik felében a betegeket látják el, a másikban pedig az oktatás folyik majd. Az egyes fogászati területeket különböző emeletekre helyezik, a földszinten lesz például a szájsebészet, az elsőn pedig a gyermekfogászat. Sokkal nagyobbak lesznek az oktatótermek, több egységkészülékünk lesz, lesznek rendes oktatótermeink, hallgatói öltözőink és közösségi tereink, amik ezekben az épületekben nem voltak lehetségesek. És ez egy óriási fejlődés. Jelenleg 500 hallgató tanul a karon, a költözés után másfélszer több jelentkezőt tudnak majd felvenni. A pályázati pénz nagy részét az épület felújítása emészti fel, így az új eszközöket a kar saját forrásból vásárolja meg. A Vasas-Szent Péter utcai rendelőintézetet jövő év elején kezdik renoválni, a tervek szerint 2020 nyarára elkészül.